Észak-Írországban a horizont tágas. Az ítélők szerint az együttműködésben rejlik az erő. A digitális KKV-k tudják ezt, a tudásukat jóra fordítják, arra, hogy összehozzák a cégeket a térségben, és erősítsék a versenyképességet a kulcs szektorokban, a Devise segítségével. Ezt a projektet az Európai Unió kohéziós alapja támogatja. Dara startup vállalkozása egy business inkubátorban van Donegalban. VR megoldásokat fejleszt a gyakorlati problémák megoldására, például mielőtt megépítenek egy motort, vagy megterveznek egy házat. Dara egy workshopon ismerte meg a Devise programot 8 hónappal ezelőtt. A technológiai startupok ökoszisztémája nagyon jó északnyugaton, és ez a régió számára nagyon fontos, mert így nem csak Dublinban található minden, hanem az új technológiákkal lehet a nagyvárosokon kívül is dolgozni és sikeres üzletet építeni. A technológia teszi lehetővé, hogy ez így legyen, tehát ez fontos. 10 aktív Devise projekt létezik 9 uniós régióban, ahol a digitális KKV-k kielégítik más vállalkozások igényeit. Mintegy 300 KKV vesz részt ebben a rendszerben és élvezi ennek előnyeit. A projekt teljes költségvetése 1,65 millió, amelynek 85%-át az európai kohéziós politika finanszírozza. Erősítenünk kell ezt az együttműködést, amely lehetővé teszi a kevésbé fejlett régióknak, hogy tanuljanak más, fejlettebb térségektől. Az a terv, hogy 2020-2021-re megnöveljék az innovációs és digitális teljesítményt a digitális technológiák segítségével a régiókból érkező vállalatok legalább 15%-ánál. 2 órányi autózásra Sligo-tól délre a World Automation az orvosi szektorban használt robot technológiákra szakosodott, és szintén részt vesz a Devise projektben. A KKV stábjának mintegy fele a technológiai intézetből érkezett, ami egyben a digitális alapját is adja a projektnek. A technológiai szektor nagyon gyorsan fejlődik. Néhány havonta megjelennek új technológiák, tehát az előrelépést valójában az jelenti, ha workshopok segítségével összehozzuk a gyártói és technológiai ágazatokat, mert így jobban tudnak együttműködni. Iskolák, döntéshozók, cégek és régiók vesznek részt ebben az együttműködésben.